Pál Völgyi Istvánt köszöntöm nagy tisztelettel itt a vadonatúj sportcsarnokunkban. Kosárlabdázó voltál, kosárlabda játékos válogatott, de nem így kezdődött a pályafutásod, valami másik sportággal kezdted, ha én jól emlékszem. Hát igen, még nagyon gyermekkoromban, olyan 8 éves lehettem, amikor úszni vittek el szüleim, meg a pécsi Urán SC-be úsztam. Az tartott egészen 14 éves koromig. Tulajdonképpen kisebb olyan megszakítással, de igen, csak a 14 éves koromban kezdtem a postásba kosárlabdázni. De valami inspirációd volt, ha jól tudom, tehát családi Igen, a bátyámat hívta le egy iskolatársa, a Széchenyi gimnáziumban járt, és egy iskolatársa vitte, vagy hívta le a bátyámat kosarazni, és hát úgy gondoltam, hogy én kísérem őt, bár nem szerette, hogy mindig ott vagyok a nyomába, de aztán én jobban megragadtam a kosárlabdába. Igen, ott. Kik voltak akkor az első edzőid? Bányai Sanyi, aztán Mámfai Zoli például, ők voltak a postásba az edzőim. És hát nagyon hamar bedobtak a mélyvízbe, mondjuk lehet, hogy a magasságom miatt is, mert már akkor 193 centi magas voltam. De az MB2 gyakorlatilag kezdő embere voltam már a csapatban rövid időn belül. Ez melyik évben volt? Ez, hát 1964-ben kezdtem én a kosárlabdázást, hát rá egy évre már a MB2 stabil tagja voltam körülbelül. És akkor 1966-ban vette egy érdekes fordulatot ez a pályafutás, mert hogy akkor volt egy nagy ünnepség Pécsett. Igen. Mi volt az? Ha jól emlékszem, a Pécsi Egyetem 500. évfordulója, vagy 600. 600. igen. 600. évforduló, és akkor már a PEASZ-ba játszottam egyébként. És volt egy ilyen torna, ahol a PVSK, a Csepel, a PEASZ, negyedik csapat, nem is tudom ki volt, de ez azért érdekes, a Csepel meg a PVSK, mert akkor felfigyeltek rám, és mind a két csapat el akart vinni. Ugye Budapestre a Csepelbe is, vagy pedig a pécsi VSK-ba. De te a PVSK-t választottad, miért? Hát igen, PVSK-t választottam. Hát azért pécsi vagyok, és gyakorlatilag a PVSK és NB1-es csapat volt, és úgy gondoltam, hogy azért ez könnyebb élet lesz számomra, hogyha Pécset maradok. Kik voltak akkor a játszótársak, ugye, mert hírességek kinőtek abból a csapatból, ha jól emlékszem. Akkor még itt játszott a Gyurasics, ugye Banna Valér abban az évben ment a Szent Budapestre, a Honvédba. A Csongor, a Páncél Géza, Móró Zoli, Gombos Attila, szegény, nemrég halt meg. Aztán voltak a fiatalok már, a Rab Gyula, a Tahióska, és ezekhez kerültem én ide, és hát itt is hamar megvetettem a lábamat. Ha jól emlékszem, a Szamosi Nándi volt az edző akkor. Milyen volt az akkori társaság? Gondolok itt arra, hogy én emlékszem, én akkor elég fiatal voltam még itt Pécset, jártam akkor mérkőzésre, de nagyon baráti volt, és nagyon-nagyon jó közösséget alkottatok. Igen, hát hamar be is fogadtak, és tulajdonképpen tényleg nagyon jó társaság volt, és nagyon jó hangulatú meccsek voltak, ugye itt az öreg PVSK csarnokban, ahol talán 300-350-en fértek be, de mindig zsúfolásig megtelt a stadion, vagy a csarnok. És hát tényleg jó hangulatú mérkőzések voltak, meg hát nagyon sok más egyéb ilyen vasatos Európa-bajnokságokra jártunk meg minden. Ez kifejezetten összetartotta a csapatot. Hogyan kerültél föl Budapestre a Honvédba? Ez érdekes esemény volt, mert nekem felmentésem volt a katonaság alól. Ugye itt a vasút vezetőség. Abban az időben ez nagy dolog volt egyébként, igen, ha valaki igen, ezt el hát tudta nem intézni. Is mondom ki, hogy kik írták alá az én felmentésemet, de saját szememben láttam. És hát a Honvédban, ugye a Honvéd nagyon szeretett összeszedni játékosokat olyan formában, hogy akkor katonának be kell vonulni. És hát velem is ez történt, hogy a Honvédban leszerelt a Pálfi Tamás, és
és ahogy leszerelt, rögtön ment a Csepelbe játszani, és nem ment a Honvéd edzésére, és nekem másnap megérkezett a sasbehívóm, és így föl kellett mennem Budapestre katonának, de hát a Honvédba játszottam. Mielőtt a Honvédba kerültem, akkor már váltott kerettag voltam. Ugye a Honvédból meg egyenes út vezetett ugye a vállalatodba. És amikor visszajöttem a PVSK-ba a leszerelésem után, abban az évben esett ki a PVSK az NB1-ből, és lett NB2-es. És én ennek ellenére megtartottam a vállalatottságomat, és innen NB2-ből is hívtak a vállalatodba, és gyakorlatilag egy év alatt vissza is kerültünk az NB1-be. A válogatottban milyen emlékek vannak, vagy milyen mérkőzésekre emlékszel vissza szívesen, és hányszor voltál válogatott? Hát több mint 100 vagy 200-nál is. Hát a legjobb tudomásom szerint 179 volt a válogatottságom száma. Hát ez több mint 10 éves periódus alatt. Hát voltak emlékezetes meccsek, de voltak olyan kudarcok is, mint például egy Európa-bajnoki selejtező, vagy akár az olimpiai selejtező a Müncheni olimpia előtt, amikor egy meccsen múlott, hogy bekerülj, vagy el tudjunk menni az olimpiára, hát az épp a spanyolok voltak, hát eléggé súfos vereség lett a vége, de ott voltunk a kapujával az olimpiának. Aztán egy Európa-bajnoki selejtezőnél ott a románok ellen vezettünk több mint 20 ponttal a félidőbe, és valahogy második fél idő nem jött össze. Ezek a rosszabb emlékek, de voltak olyanok is, amikor Olaszországban játszottunk egy ilyen amerikai All-Star csapat ellen, az oroszok ellen, meg az olaszok ellen, és hát az oroszok, akkor még a Bielov testvérek is játszottak többek között, csak 2 ponttal kaptunk ki, tehát olyan jó meccset játszottunk, és nyáron, este, éjfél körül 10 000 ember előtt, szóval valami fantasztikus élmény volt. Amikor visszakerültél, akkor indult el egy sikerkorszak, ugye visszakerült a csapat az NB1-be, és hát akkor voltak nagyon jó mérkőzések, meg jó eredmények is. Igen, akkor hát volt olyan is, hogy például a Honvédot vertük itthon, akkor már az új csarnokban játszottunk egy pár éve, de hát végül is a vidéki csapatok között, mert azért a budapestiek azért mindig vitték a prímet, ott voltunk az elején, tehát a Baja meg a Sopronnal viaskodtunk állandóan. Ezt épp mondani akartam, ezt a Baját, mert én voltam ott mérkőzésen, ugye ott úgy nézték a meccset, a közönség úgy nézte, hogy benn volt majdnem a pályán. Sokszor benyúltak, igen. Esetenként be is léptek, vagy elgáncsolták a bírót, még ilyenek is voltak. Igen, hát az a régi csarnokukban volt nekik is, egy úgynevezett kápolnába, ahol épp a fal mellett tudtak állni, és a cipőjük óránál volt a. És azért volt ott is 500-600 néző. Ajjaj, igen. Ott volt egy karzat is. De az új csarnokuk se volt mondjuk túl nagy, de ott is a pálya mellett volt rögtön a nézők. És hát ott is volt egy-két élményem például, hogy ugye amit beszéltek kint a nézők, az szinte behallatszott. És ugye a sarokban megkaptam a labdát, és akkor mondja az egyik néző a másiknak, hogy ne, ez már gól. Elkönyvelték, igen, tehát hogy bedobod. Ezek a jó emlékek, és ezt nem is lehet elfelejteni ezeket. Jut eszembe, a büntetőket ragyogóan dobtad, azt ritkán hibáztad el, sőt, ha most válaszolsz arra, hogy melyik volt az a meccs, ahol 21 büntetőt dobtál be. Hát az még a budapesti Honvédban játszottam, és a Csőszerellel játszottunk. És hát ilyen olyan védőim voltak, akiknek valószínűleg ki volt adva az utasítás, hogy nem dobhatok pontot, de igyekeztem ugye legalább olyan szintre vinni, hogy dobás közben fautoljanak, és igen, 21 pontot dobtam, azt hiszem, hogy is hibáztam büntetőt akkor, tehát sok büntetőből. Egy kicsit beszéljünk erről a PVSK-s időszakról, hogy amikor visszatértél, utána elindult egy sikersorozat, szóval mi az, amire legszívesebben emlékszel vissza ebben a korszakban, és még hát válogatott is voltál abban az időszakban. Főleg csapat szinten volt az, hogy a Sopron például nagyon bajnok aspiráns volt, ott játszott még a Tvordi Orbai,
és első helyen is álltak, és tulajdonképpen utána a válogatottban, mert ugye mindig hétvégén voltak a mérkőzések, és hétfőn kellett Budapestre menni edzésre, és ott mondták is a fiúk, hogy hát tudták azt, legalábbis a gyurasicsék mondták, hogy érezték azt, hogy ugye, mivel a Sopron volt az első, a Honvéd a második, hogy most megcserélődik ez a hely, mert Pécset ki fog kapni a Sopron, és ki is kapott. Annak ellenére, hogy Tvordi dobott 51 pontot. Hogyan ért véget ez a pályafutás, és most ugye átugortunk egy időszakot, hát nyilván voltak még sikerek, de mikor fejezted be a játékot? Hát én úgy gondoltam, hogy 30 éves koromig játszom. Ilyen szinten persze. És hát 1980-ban lettem 30 éves, és akkor megköszöntem és abba hagytam, bár nem esett jó a PVSK-nak, hogy nem hitték el tulajdonképpen, hogy én ezt meg fogom tenni. De miért kellett ilyen fogadalmat tenned? Magadnak vagy? Hát magamnak, szóval... A sérült nem voltál úgy tudom. Hát nagyon nem, bár mindig azért voltak kisebb sérülések, ezt most érzem inkább, hogy... És akkor ennek ellenére azért én végigjátszottam a bajnokságot, aztán utána próbáltam nyalogatni a sebeimet. De hát úgy gondoltam, hogy ez most már tényleg elég, bár azért még ott voltam a úgymond csúcson. És mi történt ezután? A civil életbe csöppentél? Hát igen, én nekem nagyon tetszett a vendéglátás kereskedelem. És tulajdonképpen én elvégeztem a TF-en is az edzőit is, meg játékvezetői vizsgám is volt, meg minden, de valahogy nem nagyon akartam én edző lenni. És akkor hát Orfűn építettünk egy kis ilyen büfét, egy ilyen gombát ott a kerítésen kifelé-befelé lehetett árulni, és azt majdnem 10 éven keresztül üzemeltettük. Aztán bejöttünk Pécsre, és akkor itt folytattam tovább ezt a tevékenységet. A tevékenységekről, meg a civil foglalkozásokról mi fogunk beszélni, de 2012-ben, ha jól emlékszem, a PVSK aranygyűrű kitüntetést kaptad meg. Mit jelent számodra ez az elismerés? Hát ez nagy öröm volt számomra. Többek között azért is, mert amikor befejeztem én itt a pályafutást, semmiféle... nem, hogy elismerés, de még egy jó szót se kaptam, hanem leadtam a szerelést, és ennyi volt. És hát avval, hogy ezt megkaptam, ezt az aranygyűrűt, azért éreztem azt, hogy valahova tartozom, és tartoztam, és ez nagy öröm volt számomra. A régiekkel tartod-e a kapcsolatot? Ugye például Rab Gyulával, ő most nálunk edző is, vagy akár a testvérével, Józsival. Hát nem igazán, hogyha összefutunk, akkor beszélgettünk többet, vagy akár tavaly a meccseken, amikor kint voltunk, akkor ugye mindig szóba került valami. Hát amit szerettem volna én idén tartani egy nagy bulit, még a tavasszal, de ez a helyzet miatt sajnos elmondom. És ez milyen buli lett volna? Hát elértem a 70. életévemet, és arra gondoltam, hogy tényleg az összes olyan úgymond élő játékossal, meg akivel együtt játszottam, de nem csak a pécsiekkel, a Honvédból, meg a válogatottal, akit el tudtam volna érni, szerettem volna meghívni egy ilyen összejövetelre, és úgy gondolom, ez nem csak nekem lett volna öröm, hanem az számukra is, de hát ez nem jött össze. Egy kicsit arról beszéljünk, hogy milyen a mai kosárlabdázás. Ugye, amikor ti játszottatok, én legalábbis ahogy emlékszem, hát gyakorlatilag ezt mi finom játéknak neveztük. Tehát még hozzátok se lehetett érni, tehát nem lehetett az embernek kontaktot. A szabály olyan volt, hogy 90 centire szabadott. Igen, és a kezedet sem érinthetted hozzá. Igen. Ellentétben a mai kosárlabdázásra én úgy gondolom, hogy egy kicsit talán az erő fele mozdult el ez a játék. De lehet, hogy nincs igazam. Igen, mindenképpen az erő, illetve a gyorsaság. Szóval sokkal gyorsabb lett a játék, és én azt gondolom, hogy mivel gyorsabb lett a játék, ezért kellett engedni abból a szabályból, hogy ugye nem szabad megközelíteni a játékosokat, főleg a támadó játékosokat, ugye. És mivel fölgyorsult és erősebbek lettek ezek a mozdulatok, ezért kénytelenek ugye közelebb kerülni
a védőjátékos a támadóhoz. Amit én néha nehezményezek, hogy a dobójátékos viszont azt igenis védeni kell, mert hogyha ő már kiharcolta azt, hogy tud dobni, a mai világban azért elég nehezen jutnak oda a játékosok, hogy tisztán tudjanak dobni, ezért jobban védeném dobójátékost. Volt egy korszakod, amikor úgymond öreg fiúként is játszottál, sőt eljutottál különböző nagy nemzetközi tornákra is. Mik voltak ezek? Hát ami a legemlékezetesebb, az volt, van ez a World Masters Games, ez a idősek világbajnoksága, úgymond, világbajnoki játékok. Ez 2002-ben Melbourne-ben volt, ahol egy székesfehérvári játékos társunk összeszedte azokat az embereket, akik ráértek, vagy még tudtak mozogni. És hát eljutottunk ki Ausztráliába erre a játékokra. Hát ez valami fantasztikus élmény volt. Tényleg olyan volt, mint egy olimpia, mert valami 10 000 ilyen játékos került, nem csak kosárlabdába, hanem 25 sportágba rendezték meg. Meg rendezik még mai napig is sok helyen, bár nem tudom ez a helyzet miatt, hogy megvan-e még. És ott ilyen korosztályok voltak, és a 45 pluszosok között lettünk világbajnokok. Voltak ismerősök? Tehát találkozhatok régi ellenfelekkel? Hát volt, úgy emlékszem, a lengyelek között volt, az oroszok között. Ugye amerikaiakkal játszottunk, de ott nem igazán volt, mert ugye távol vannak, meg nem sok kapcsolat volt. De igen, találkoztunk, és ez nagy élmény volt. Jársz-e mérkőzésekre? Van-e időd akár a sporttal foglalkozni, vagy televízión nézni? Hát ami érdekes, hogy igen, kijártam mérkőzésekre, bár a család, mint olyan, néha elfoglaltságot ad, mert van egy pár unokám is, és ebbe az esetben akkor nem tudtam menni, de nagyjából kijárok, hát főleg férfi mérkőzésekre. És hát igazán tetszik mostani játék, nagyon keményen és színvonalasan oda teszik magukat a mai fiatalok, és jók a meccsek. Jók. A családról, ha már így szóba hoztad, sportos családról beszélünk, ugye? A lányod, ő nem kosárlabdázott, hanem, ha jól tudom, teniszezett, és nem is akárhogyan. Kisebbik lányom, igen, ő teniszezett. Hát én erőtettem inkább a teniszt neki, de sikeres volt benne, volt világranglista pontja is, és első osztályú teniszező volt Magyarországon. Volt egy teniszklubunk, úgymond, mert valahogy nem akartam ebbe a darálóba beletenni, de aztán ez végül is odáig jutott, hogy azért a PVTC-nek a játékosa lett később. Úgy tudom, hogy az unokáid is sportolnak, nem is akármilyen szinten, épp a kosárlabdázást választotta egyik unokád. Mi az, amit tanácsolni tudsz a mai fiataloknak? Amit észrevettem mondjuk az unokáimon, mert 4 lányunokám van, aki minden 4 kosarazik, és a legnagyobbik 15 éves, és most került fel az első csapatba, tehát NBA-be játszik már. Amit ő csinált, az valami fantasztikus, úgy gondolom, és nem kellett nagyon noszogatni rá, tehát gyakorlatilag minden edzésen ott van, és minden edzésen megteszi azt, amit az edzője kíván tőle maximálisan. De ez még kevés neki, mert otthon ugye, amit fölvesz az apja videóra, edzéseket, mérkőzéseket, az saját maga elemzi még, és ebben tehát tud órákat eltölteni még a videó előtt, és nézi a saját és a csapat játékát, amivel hát elég magas szintre lehet jutni. Én azt gondolom most a mai fiatalok, hogyha ők szeretetből jönnek, és nem kényszerből, akkor mindenképpen meg kell tenniük azt, hogy nem csak az edzésen eltöltött időben érjék, vagy szeretnék elérni azt, amit esetleg kitűztek célul, és az a célkitűzés, ez is egy nagyon fontos dolog, hogy hova szeretnének eljutni, hanem szinte minden percüket avval töltsék, amit lehet, hogy
avval a sportággal, amivel ők foglalkoznak, avval elméletileg, gyakorlatilag mindig ott legyenek és szeressék csinálni és nézni. Én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb most, mert nagyon messzire el lehet jutni ebben, és nagyon messzire el lehet jutni a másik oldalra is a mai fiataloknak, hogy mikkel, milyen dolgokkal traktálják őket. Hogyha ő másfel is figyel, akkor nem fogja elérni a célját. A mostani időszakban hogyan telnek a napjaid? Ezt most azért kérdezem, mert amikor legutoljára beszéltünk, akkor valami egész mást csináltál, és gyakorlatilag mindig megújulsz, mindig próbálsz valamit újat tenni, tehát ezt gondolom, hogy a saját életedet is felpesdíti, vagy befolyásolja, és ez akár lehet elv is. Nem tudtam nyugton maradni soha tulajdonképpen, és mindig is inspirált valami. Kipróbáltam sok mindent, tehát mint említettem, a vendéglátás, kereskedelem, voltak élelmiszerboltjaim, illetve büfék, vendéglátóegységek, ami azért nagyon nagy rabszolgamunka, tehát azért az előbb-utóbb azért rájöttem, hogy nem biztos, hogy életem végig ezt kell csinálnom. Aztán kipróbáltam az úgynevezett hálózatépítés, hálózati rendszert is, amiben hát viszonylag sikeres voltam, de aztán rájöttem ott is, hogy nem én diktálom a dolgokat, és akkor inkább félreálltam onnan is. És hát legutóbb, amit most nagyon szeretek csinálni, egy olyan tevékenység, amivel szeretetet és jót adok az embereknek, úgy gondolom. És ez az ágynemű készítés, toltisztítás, hogyha odáig eljutottunk, hogy kimondhatom. Tehát mindenképpen jelenleg ezt csinálom, és nem egy nehéz munka, nem egy nagy fizikai munka, vannak különböző berendezéseim, amivel ezt véghez viszem, és szeretik az emberek. Ha végig gondolsz a pályafutásodon, családon, unokákon, lányaidon, sikereken, egyebeken, elégedett embernek tartod magad? Egyáltalán elégedett vagy-e az eddigi életeddel? Hát mindenképpen, mert tulajdonképpen mindig azt csináltam, amit szeretek. Mondjuk abban az időszakban, amikor azt csináltam, akkor azt igyekeztem jól csinálni. És sok mindenben én döntöttem el az életemnek a folyását, de ezt mondhatom akár arra is, hogy amikor ugye NB1-be kerültem itt a PVSK-ba is, és volt egy lehetőség, az még nagyon régen volt, ugye 66-67-ben, olyan hiszem. Volt egy olyan lehetőségem, hogy egy amerikai kosárlabda cipőt vehessek, és az annyiba került, mint akkor egy havi fizetés az embereknek. És én ezt nyugodt szívvel megvettem, bár anyukám eléggé ki volt akadva rá. De hát mondtam, hogy ez az én munkaeszközöm. Ugye, és hát mivel erre hangsúlyot fektettem mindig, hogy ezek a dolgok úgy érjenek el, hogy nekem kellemes legyen, ezért mindig ezt megtettem. Mit adott neked a sport? Most nem anyagira gondolok, hanem erkölcsi tartásra, esetleg szorgalmat, esetleg az, hogy csak nagyon-nagyon komoly munkával lehet elérni a céljainkat. Adott neked ilyet? Hát mindenképpen a sport egy olyan tartást ad egyébként is, amivel, hogyha erre figyelünk, akkor az egész életünket befolyásolhatja. Tehát ugye nem igazán engedtem el magam különböző dolgokba, tehát nem mentem a könnyű felé, hanem azért mindig olyan dolgokat végeztem, amivel azért volt munka. Én úgy gondolom, hogy a kosárlabda tevékenységemben sem a tehetség vagy a könnyedség vitt el olyan szintre, ami erre elvitt, hanem elég sokat dolgoztam. Tehát még annak idején itt az öreg PVSK csarnokban a másfél órás edzés után ott maradtunk egy kosarazni, még dobni, meg akár órákat is. A lényeg az egésznek az, hogy elég sokat dolgoztam azért,
és későbbiekben a magánéletben is ezt tudtam hasznosítani. Amikor 70 éves lettem, akkor mondta egy ismerősöm, hogy mert mondtam neki, hogy hát még egy jó 30 év vissza van, azt mondja, az kevés, legalább 31. Na miért épp 31? Azt mondja, 100 éves kor fölött már kevesen halnak meg. Úgyhogy azt el kell érni, és akkor minden rendben lesz. Nagyon szépen köszönöm, hogy megtiszteltél. További jó egészséget, jó munkát kívánok. Jó, köszönöm szépen. Köszönöm.